Köszönöm szépen elnök úrnak, köszönöm szépen a meghívást is. Igen, lehet, hogy egy kicsit kilóg ez a mai napból az elektromobilitása, hogy én is, tehát én egy picit másfajta doktor vagyok, mint a teremben helyet foglalók többsége, úgyhogy mindenféleképpen igazak elnök úr által elmondottak, hogy itt azért a kapcsolódási pontok nagyon is jelen vannak, a közlekedés egészségre gyakorolt hatásai és az innováció között a közlekedésben. Alapvetően nem is igazából a jelenlegi helyzettel szeretnék foglalkozni, hiszen gyakorlatilag 2015-ben még ott tartunk, hogy szinte teljes közlekedés szénhidrogén alapú, főleg ami a közúti közlekedést illeti. Ezen szeretnénk változtatni a 21. század első felében, ugyanúgy, ahogy a globális trendként ezt tudjuk megfigyelni, Magyarországon is szeretnénk azt, hogyha az elektromobilitás irányába mozdulna el a közúti közlekedés, és elsősorban a nagyvárosi közlekedés. A jelenlegi helyzetről igazából talán azok a legfontosabb mutatók, amik ezen a szlájdon is látszanak, hogy egyrészt importra szorulunk az összes energiahordozóból, főként itt a szénhidrogénekre gondolok. Az Európai Unió naponta több mint 1 milliárd eurót költ arra, hogy szénhidrogént importáljon és ezt elégesse. Ez önmagában egy káros gazdasági hatás és egy káros környezeti hatásnak az együttállása, hiszen ezeknek az elégetése ez súlyosan károsítja a környezetet és mindannyiunk egészségét is. Számos elképzelés született már arra az Unióban és a tagállamokban is, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni, milyen stratégiák mentén lehet haladni afelé, hogy egyrészt ez gazdaságilag és környezetileg is egy boldogabb állapot felé vezessen. A közúti közlekedés, mint említett, szénhidrogén alapú mi volt, igen, károsan érinti a résztvevőknek az egészségét és mindenkiét is, aki ezzel bármilyen módon kapcsolatban lép. Tehát itt nagyon-nagyon sok felmérés készült arról, hogy igazából a légszennyezettségnek milyen hatása van a népegészségügyben, ezt túlhangsúlyozni nehéz lenne, és a közlekedés szerepét is túlhangsúlyozni nehéz lenne a légszennyezettségben. Hát a kipufogó gázok ban lévő vegyületek azok, amik bekerülve a szervezetbe számos megbetegedés és halálos megbetegedésnek is az okaként definiálhatók. Magyarország ebben a tekintetben nem áll sem különösen jól, sem különösen rosszul, tehát budapesti légszennyezettség az nem tartozik a legrosszabbak közé, de azért bőven van mit rajta javítani. Hát jó magam is múlt héten Párizsban jártam, és az a fajta smog, ami ott van, az szerencsére nem hasonlítható össze azzal, ami itt Budapesten van. Utána hallottam a hírekben, hogy a hétvégén már korlátozták a közlekedést, csak páros, illetve páratlan rendszámú autók közlekedhettek. Itt ugye Magyarországon a 2000-es évek vége felé volt erre egyszer példa, és nem szeretnénk, hogyha ez többször idefajulna a helyzet, hogy ezt ismételten be kéne vezetni. Itt elsősorban a problémát a szállópor koncentráció jelenti a kipufogó gázok mellett, ezek is számos megbetegedésért felelősek. Ami itt már megtörtént a szállópor csökkentését előirányzó intézkedésekből, az pár közlekedési szabálynak a bevezetése arra nézve, hogy hogyan lehet ezt a koncentrációt csökkenteni. Itt persze a közlekedés az csak egy az okok közül, ami miatt ez a nem feltétlenül jó minőségű városi levegővel kell szembesülnünk. Természetesen az energiatermelés is elsősorban a szénerőművek rendszerben léte miatt olyan, ami ehhez hozzá tud járulni sajnos. Mik a magyar kormány lehetőségei ebből? OECD ajánlásai alapján itt elsősorban a dízel üzemű járművek azok, amik idézőjelben üldözendőek, tehát ezeket kéne más hajtásúakra kiváltani. Természetesen benzinesekkel egy fokkal jobban járnánk, de nem tartjuk őket végső megoldásnak, ezért mi egyből a lista végére szeretnénk ugrani, tehát az alternatív hajtások irányában tervez a magyar kormány előre mozdulni, illetve olyan intézkedéseket kívánunk bevezetni, amik ezek elterjedését segítik Magyarországon. Energetikáról volt szó, itt a
Ezek az alternatív hajtású járművek közül is talán a legfontosabbak az elektromos járművek, hiszen ezek azok, amiknek ténylegesen 0,0 grammal károsanyag kibocsátása. Persze mondhatjuk azt, hogy elsődlegesen az, hiszen valamilyen módon megtermelt energiával kell működtetni ezeket a járműveket, és nem feltétlenül tudjuk azt a portfóliót, hogy miből származik az az energia, amit a konnektorból egy villamos energiával hajtott járműbe betáplálunk. Ez az energia stratégia és energia politika része, hogy Magyarország szeretne ebben is oda eljutni, hogy egyrészt a tisztának mondható atomenergiára, másrésztről pedig megújuló energiaforrások alapozza az energiatermelését. Tehát ez az elsődleges szennyezőforrás, a másodlagos szennyezőforrás esetében, hogyha elektromos járművel közlekedünk, azért egy jelentősen jobb választást tettünk, mint hogyha belső égésű motorral hajtott járművel közlekednénk. Hogyan, milyen eszközökkel tudja a magyar kormány ezek elterjedését elősegíteni? Ez picit olyan, mint annak idején a vasúttal, hogy ezek elterjednének maguktól is, hiszen egy jobb technológiáról van szó, egy folyamatosan fejlődő technológiáról van szó, ami az elkövetkezendő évtizedekre versenyképessé tud és fog válni a jelenleg elérhető legjobb technológiákkal, mint teljesítményben, mint árban. Mégis ezt a folyamatot szeretnénk kormányzati szinten felgyorsítani, hogy Magyarország a régióban egy követő ország legyen, hanem egy éllovas ország legyen az régióban elektromobilitás szempontjából. Az Európai Unió is a zászlajára tűzte ezt a kérdést, a tavalyi év végén során született meg hosszú-hosszú viták után az ezzel foglalkozó irányelv, amelyik előírja a tagállamok számára azt, hogy igenis foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, építsenek ki olyan alapinfrastruktúrákat, amik szükségesek ahhoz, hogy a magánszemélyek és céges felhasználók is jelentős létszámban minél hamarabb át tudjanak térni alternatív hajtású járművek használatára. Itt el is érkeztünk az első és legfontosabb pontjához Jedlik Ányos tervnek, hogy azt azonosítottuk mi elsődleges kormányzati feladatként, hogy egy olyan alapinfrastruktúrát hozzunk létre állami szerepvállalással, amelyik alkalmassá teszi az ország közlekedési hálózatát arra, hogy akinek erre lehetősége van, az elektromos járművet tudjon használni. Ez praktikusan töltőpontoknak a létrehozását szolgálja. Itt anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, itt gyakorlatilag egy gerinchálózatról lenne szó, amelyik a főbb közlekedési útvonalak mentén biztosít lehetőséget arra, hogy elsősorban az autópályák mentén egy nagyságrendileg 30-50 kilométerenként legyen egy úgynevezett villámtöltő berendezés, amivel elektromos autót fel lehet tölteni egy körülbelül 4 óra 20 perces időtartammal. Ez teremti meg annak az alapvető lehetőségét, hogy az országba bárhova el lehessen jutni a ma elérhető elektromos járművekkel, aminek azért tudjuk, hogy a hatótávolsági korlátai még megvannak, tehát körülbelül 100-200 kilométert lehet velük megtenni töltés nélkül. Ebben lenne segítségére mindenkinek ez a rendszer, hiszen itt anélkül, hogy órákat kellene várakozni, gyakorlatilag egy kávé vagy egyéb elfogyasztásának ideje alatt az autó újra teljes hatótávolságával együtt rendelkezésre áll. Tehát a töltő infrastruktúra talán a legfontosabb kérdés, ami mentén el tudunk indulni. Ugye jelenlegi helyzet az egyelőre nagyon gyerekcipőben jár, több cég saját kezdeményezésére elkezdte ennek a hálózatnak saját részről történő kiépítését, ilyenek az elmű töltőpontok, amiket itt is lehet látni főként a belvárosban. Viszont a meglévő kínálat elektromos járművekből egyelőre jelentősen drágább és korlátozottabban használható, mint hagyományos meghajtású járművekkel. Úgyhogy egyelőre mondhatni azt, hogy tényleg nagyon kezdeti fázisban van ez Magyarországon, évente néhány tucat ilyen járművet értékesítenek. Ezért is szükséges az, hogy egy jól definiált cselekvési terv mentén egyszerre vezessük be azokat az intézkedéseket, amelyek ezt segíteni tudják. De elsősorban azon túl, hogy egy állami beruházási lábával az infrastruktúráját megteremtjük a használhatóságnak, nagyon fontos rész az, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a felhasználókat arra, hogy elektromos járművet használjanak. De elsősorban a direkt pénzügyi
ösztönzés az, amelyik mindenkinek erről elsőre eszébe jut. Lehet olvasni, hogy különböző európai országokban milyen direkt dotációban részesül az, aki elektromos hajtású járművet vesz. Ezt sajnos itt mi nem fogjuk tudni megengedni magunknak, egyrészt pénzügyi, másrészt szociális okokból sem, hogy több ezer euróval megajándékozzuk azokat, akik ilyen járművet vásárolnak. Viszont adó oldalról feltett szándékunk az, hogy az általános forgalmi adó oldaláról, tehát áfát szeretnénk csökkenteni elektromos járművek esetében. Ez ugye 27%-os különbséget jelent, amivel be tudjuk annyira csukni már ezt a szétnyílt ollót, ami miatt már egy értelmezhető megtérülése van az elektromos járműveknek az olcsóbb üzemeltetés miatt. Anélkül, hogy konkrét típusokat említenék, azért elmondható az, hogy legalább 50%-kal drágább jelenleg egy elektromos jármű, mint egy ugyanolyan méretű, ugyanolyan komfortfokozattal, lehet így mondani, rendelkező hagyományos meghajtású. Hogyha itt ebbe egy picit bele tudunk avatkozni, akkor talán gyorsabban tudnak terjedni az elektromos járművek is. A kifejezett direkt ösztönzés mellett számos olyan pont van, amiben az elektromos járművek napi használatában lehet olyan előnyöket biztosítani egy ideig, amíg ezek el nem terjednek nagy számban az ezt használóknak. Ugye itt nagyon-nagyon sok éve folyamatosan lebegtetett téma az, hogy a 4-es metró beruházás egy következményeként előbb-utóbb be lesz vezetve Budapesten is egy behajtási díj, úgynevezett dugódíj. Ez talán egy olyan eszköz, ami még segítségünkre is lehet ebből a szempontból, hiszen hogyha ilyet bevezetünk, akkor természetesen ez nem fog vonatkozni elektromos járművekre. Tehát még inkább ösztönözve lesz mindenki arra, hogy belvárosi környezetben ne a szennyező belső égésű motorral használt járműveket hajtsa. Ugyanilyen a buszsávok használata, valamint a parkolási kedvezmények biztosítása, mindegyik vonzó lehet azok számára, akik sokat közlekednek belvárosba. Mi pedig azt szeretnénk, és az a társadalom érdeke is, hogy ezt a lehető legtöbben elektromos járművel tegyék. Az, hogy ezt látványossá is tegyük, úgymond, tehát a közlekedés többi résztvevője is szembesüljön azzal, hogy az illető miért járhat a buszsávba, miért hajthat be ingyen ide-oda, miért mehet be olyan helyekre, ahova más nem, egy zöld rendszámot készülünk bevezetni elektromos járművekre, így mindenki számára nyilvánvaló az, hogy ezek melyikek, mennyien vannak, és hogyan máshogy tudnak részt venni a közlekedésben, mint a hagyományos meghajtásúak. Az egész tervvel kapcsolatban felmerül az, hogy itt a villamos energetikai rendszerek átalakítása is szükséges ahhoz, hogy nagy létszámú elektromos autót ez ki tudjon szolgálni. Tehát itt egyrészt kapacitásbeli, másrészt meg szabályozásbeli problémákról van szó. Ezek a töltőberendezések erősen energiaigényesek. Ez az energiahez rendelkezésre fog állni Magyarországon, főként a paksi bővítést követően. Ám az, hogy lokálisan rendelkezésre áll, ez egy más kérdés már. Tehát beszéltünk itt a töltőhálózatról az autópályák mellett. Nagyon ritka eset az, hogy egy gyakorlatilag nem lakott környezetben rendelkezésre állna annyi elektromos áram, amennyi több ilyen töltőberendezéshez szükséges, hiszen oké, hogy eleinte kirakunk egyet-kettőt, de hogyha ezt többen használják, senki nem szeretné megvárni azt, hogy az előtte lévő 20 percet töltsön, és innentől kezdve az energiaigény az nagyobb meg tud nőni. Tehát egy nagyon nagy arányú hálózatfejlesztésre is szükség van, hogy ezeknek a pontoknak a kijelölésén túl ott rendelkezésre is álljon ez az elektromos kapacitás. Másik része pedig a kereskedelemnek a szabályozása, hiszen ahhoz, hogy valaki egy ilyen töltőt telepítsen, és azért pénzt is szedjen, hogy valaki ezt használja, ahhoz a jelenlegi szabályok szerint villamos energia kereskedelmi jogosultsága kellene legyen, ami ugye koncessziós és területi alapon történik a nagy szolgáltatók esetében. Ezt szeretnénk megváltoztatni, és kivételként beletenni azt, hogy aki töltési célú áramot tovább értékesít, arra ez ne vonatkozhasson. Ez egy kicsit bonyolultan megfogalmazva hangzik így egyszerűbben az, hogy valakinek, hogyha van egy autókereskedése, vagy egy étterme, vagy egy szállodája, hogyha kíván ilyen szolgáltatást biztosítani a vendégei számára, akkor ezt ne csak ingyenesen tehesse a továbbiakban, hanem ezért pénzt is szedhessen, hogy még neki is megérje az egész.
Nagyon fontos azon túl, hogy az éjszakai áramot is alkalmassá tegyük arra, tehát ez a vezérelt áramnak a köznapi elnevezése, hogy azzal ténylegesen autót lehessen tölteni, egyrészt rendelkezésre álljon, másrészt pedig annyi ideig és olyan mértékben álljon rendelkezésre, hogy mindenki tudja ezt alkalmazni autótöltésre, kedvezőbb áron, mint a nappali áramot. Az egésszel kapcsolatban ez az energetikai résznek talán a legfontosabb része, az a hosszú távú elképzelésünk, úgy kívánjuk megreformálni Magyarország energiahálózatát és közlekedését egyszerre. Azt szeretnénk elérni, az utópia része körülbelül a dolgoknak, hogy mindenki éjjelente töltse éjszakai árammal az elektromos járművét, és majd napközben a szintén hálózatra dugva a munkahelyen visszatáplálja a csúcsidőszakban a számára fölösleges akkumulátor kapacitását. Ez azt jelenti, hogy olcsón tudna áramot vételezni, és az drágán tudná visszaadni a rendszernek, és ezzel a napi energia szükséglet ingadozását az egész országnak is ki lehetne egyenlíteni, és nem a csúcsidőszakra kellene méretezni az erőművi kapacitását, hanem sokkal kevesebb is elegendő lenne. Ez sok ezer milliárd forint megtakarítást jelentene, hogyha ezt a rendszert sikerülne több százezer elektromos autóval az elkövetkezendő évtizedekbe működésre bírni. Nagyon fontosak a tervhez kapcsolódó úgynevezett mintaprojektek. Ezek olyan egy-egy területre fókuszáló állami részvétellel történő beavatkozások, amelyek azokat a területeket lokalizálták, ahol már most is kifejezetten vonzó és megtérülő alternatíva elektromos járműveknek a használata. Itt egy párat gyűjtöttem itt össze, ilyenek az elektromos taxik, amikkel már lehet találkozni Budapest utcáin, tehát taxik jellemző felhasználási profilja azért, hogy lassan közlekednek, belvárosba közlekednek, és nem nagyon mennek 150 kilométert egy műszak során. Ez a jelenlegi elektromos járművekkel primán teljesíthető, és az üzemeltetési költség alacsonyabb mi volt a miatt, ez viszonylag értelmezhető időben meg is térül a taxisok számára. Hasonlóan fontos projekt a car sharing rendszer, ugye mindenki már találkozott a Bubi biciklikkel, amik szerte a városban megtalálhatók ilyen állomásokon. Szeretnénk ennek a mintájára elektromos közösségi autós szolgáltatást elindítani, tehát pont mint a bicikliket, elektromos autókat is ki lehet perc alapon bérelni, és ezeket lehet használni a belvárosba. Egyfajta olcsóbb alternatívájaként a taxizásnak, természetesen gyaloglásnál egy fokkal drágábban, meg behajtási díjnál is olcsóbban. Ilyen rendszer működik több helyütt Európában. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon ez az első olyan legyen, amelyik tisztán elektromos járművekkel működik, tehát nem benzines smartokkal, nem dízel kis autókkal, hanem kizárólag elektromos járművekkel. Ez abban a szempontból is fontos lehet, hogy népesség jelentős része nem próbálta ezeket soha, és amíg eljut addig a pontig, hogy talán a hagyományos autóját lecserélje, ez egy jó alkalom lehet arra, hogy ilyen közösségi megoldással előbb próbálja ki ezeket félig meddig napi használatban, hogy tényleg alkalmasak-e azokra az utakra, amiket ő naponta meg szokott tenni. Ilyenek még, ilyen mintaprojektek lehetnek egyrészt a betegszállításban, szeretnénk minél hamarabb, minél több elektromos autót elhelyezni, meg hiszen, hogyha már állami projektről van szó, akkor természetesen az állami cégek és közvetlenül az államnak a flottájában is rengeteg olyan autó van, amelyik csak belvárosban közlekedik, és nem megy ennyit naponta. Alapvetően ez lenne a Jedlik Ányos terv dióhéjban. Bízunk benne, hogy ez az elkövetkezendő években ténylegesen olyan hatással jár, hogy észrevehetően megnő az elektromos autók létszáma először főként belvárosi környezetben, és ez egyrészt a levegő minőségre és életminőségre is olyan pozitív hatással tud lenni, ami egyébként nem jönne létre, hogyha nem tudnánk átállítani a közlekedést elektromosra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen a meghívást, további jó konferenciát kívánok Önöknek.